Jó pár évvel ezelőtt egy tévéműsor felvételén találkoztam egy kedves, gyönyörű, mosolygós szőkelánnyal. Pár perc beszélgetés után rájöttem, hogy atya ég, ő a két lábon járó megtestesült doktor Szöszi. Egy cseppet sem olyan, mint akiről szólnak azok a bizonyos szőkenős viccek, sőt. Akkor a felvételre Szegedről érkezett, jelenleg férjével San Diego-ban él, és egy genetikai teszteket fejlesztő cég elismert kutatója. De vajon mi hajtotta őt az Egyesült Államokba? A külseje, a szőkesége és a szépsége vajon előny vagy hátrány volt a számára? Találkozott-e előítéletekkel? Hogy érzi most magát? Milyen ott a messzi távolban élni? Egy kutatónak a lehetőségei, a keretei mennyiben mások, mint Magyarországon? Szűcsádi Jánával többek között ezekről is beszélgettünk. Iratkozz fel te is a Maja meséjére. Mennyi előítélet van a te külsőd kapcsán? Múltban nagyon sok volt, mostanában már egyáltalán nem jellemző. Valószínűleg a koromból fakadóan is, mert azért mégiscsak 36 éves elmúltam, illetve amiatt is, hogy ugye most már az Egyesült Államokban élek, ahol annyira nem jellemző. Tényleg pizsamában, ha lemész a közértbe, senki nem fog megbámulni, vagy rózsaszín hajjal megjelensz egy meetingen, meg fognak dicsérni, hogy de jó a frizurát, hol csináltattad. Amikor a PhD-s éveimben voltam, akkor volt olyan, hogy egy ilyen tudományos rendezvénynek voltam a házi asszonya, vagy díjat adtam el. Akadémikusok, vagy dékánok, professzorok azt hitték, hogy én vagyok a hostess lány. És akkor jöttek oda, hogy majd, hogy akkor a mikrofont hogy kell hangosítani, meg hogy vigyek már egy kávét. Nagyon sok ilyen volt. Miért pont ezt a pályát választottad? Nem feltétlen biztos, hogy olyan hagyományos útvonal a tied. Általános iskolában ugye hetedikben kezdtünk annó még kémiát tanulni, nem tudom ez azóta hogy van, de egy zseniális kémia tanárnőm volt, és nem tudom, az első órák egyikén valahogy így azt éreztem, hogy ez nekem megy. Nagyon könnyen belülről, és értem, és érzem. Akkor én már tudtam, hogy valami ilyesmivel szeretnék foglalkozni, viszont mellette ugye a többi természettudomány is eléggé érdekelt, lőttem matekból, versenyeztem biológiából. Tulajdonképpen önmagában a kémiával egyedül nagyon sok mindent nem lehet kezdeni, és akkor én próbáltam így keresni valamit, ahol lehet kombinálni többféle természettudományos területet, és tulajdonképpen egyedül maradt a gyógyszerészet. Tudtam, hogy én nem az a klasszikus értelemben vett gyógyszerész szeretnék lenni, aki a gyógyszertárban a betege segítségére van, hanem valamit a háttérben, ami sokkal inkább tudomány és kutatás és labor. Hogy a szözbe kecmeredtél el San Diego-ba? Még a PhD éveim elején voltam egyszer egy csereprogramon itt az USA-ban, ami nem San Diego volt, hanem Ohio államban Toledo. Amikor én innen hazamentem, egyrészt azt tudtam, hogy vissza szeretnék jönni, másrészt valahogy azt éreztem, hogy én még innen nem búcsúzkodom, hanem majd még jövök szépen vissza. De hát ugye nem olyan egyszerű otthonról az Egyesült Államokban munkavállalói vízumot kapni. Nem úgy működik, mint az Európai Unióban, hogy fogom magam, találok egy állást, és akkor megyek. Vagy a cégnek kell téged szponzorálni, ami nagyon súlyos 10 000 dollárokba kerül. Emiatt általában a legtöbb álláshirdetésnél ott is van, hogy csak akkor jelentkezz, hogyha már van jogalapod arra, hogy így dolgozz. És akkor a másik lehetőség az pedig az, hogyha valamilyen akadémiai ösztöndíjjal jön az ember, ami egy sokkal egyszerűbb verzió, viszont az véges. Uh-huh. Tehát azok az ösztöndíjak általában 2-3 évre szólnak, azt viszont nem szerettem volna, hogy eljövök 25-27 évesen, 2-3 év, nagyjából mire úgy rendesen letelepszik az ember, beilleszkedik, elindítja az itteni életét, és akkor egyszer csak szólnak, hogy akkor tessék most már hazafáradni. Ezt így teljesen kizártam, a másik verzió az egy nagyon nehézkes útnak tűnt, úgyhogy elkezdtem pályázni a zöld kártyalottón. Tényleg? Ezt nem tudtam. Igen, és nyertem, és így jöttünk ide. A jöttünk, az a párodat jelenti? Igen.
Hát amikor elkezdtem pályázni, akkor még csak barátnő és barát viszonyban voltunk. Ő Londonban élt egyébként. De magyar? Magyar, igen. És akkor amikor kisorsoltak, akkor ugye nagyon gyorsan kellett dönteni. Már szóban volt az eljegyzés. Az ötletjával csak úgy jöhetett velem, hogyha a papíroknak a finalizálása előtt mi összeházasodunk. Aha, lezavartatok egy villámgyors esküvőt. Az egész ilyen nagyon vicces sztori. Mi alapvetően Tinderen ismerkedtünk meg, úgyhogy már az is egy ilyen érdekes. Aztán a randizásunk második hetén közölte, hogy akkor ő most elköltözik Londonba, és akkor egy másfél évig így ment oda-vissza ez a távkapcsolat dolog, és akkor már így gondolkodtunk rajta, hogy hol kellene folytatni együtt. Pont egy ilyen elég kaotikus időszakban voltunk, amikor engem kisorsoltak, és akkor fölhívtam, hogy hát, van egy jó, meg egy rossz hírem, melyik elkezdjem, és akkor mondta, hogy a jóval, mondtam, hogy hát, kisorsolt közölt kártyalottón, és persze nagyon boldog volt, kérdezte, hogy de akkor mi a rossz hír, és mondtam, hogy hát egy hónapod van, hogy elvegyél feleségül. Ő egyébként mivel foglalkozik? IT területen, szoftverfejlesztő. És a munka az rögtön lett, vagy egyszerűen kiköltöztetek, és majd lesz valami? Kiköltöztünk, és majd lesz valami, de az, hogy kisorsolnak a zöld kártyán, az nem garantálja azt, hogy meg fogod kapni. Van egy ilyen rövid időablak, amíg be kell adni a papírokat, viszont utána, attól függően, hogy milyen sorszámmal húztak ki, van egy ilyen egy hónaptól egy évig való várakozás, amikor majd menni kell az interjúra. De ahhoz, hogy mehess az interjúra, egy csomó feltételnek meg kell felelni. Ilyen például, hogy attól függően, hogy hány fős család jön, vagy egyedül jössz, egy meghatározott összeggel kell bizonyítani, hogy te financiálisan megengedheted magadnak azt, hogyha az első fél évben nem találsz munkát, vagy nem olyan gyorsan, ahogy arra számítottál, akkor nem az itteni szociális hálóra fogsz támaszkodni. Mm-hmm. Nagyon nagy összeg, ez 21.750 dollár volt akkor, amikor mi költöztünk kettőnknek. Úgyhogy a PhD ösztöndíjam az 93.000 forint volt. Mivel én nagy sorszámot kaptam, és tulajdonképpen ez volt a szerencse, mert amúgy nem tudtam volna összeszedni azt a pénzt, ott hagytam az akadémiai állást erre az átmeneti időszakra, és elkezdtem gyógyszertárban helyettesíteni, ami azt jelenti, hogy nem egy fix gyógyszertárban vagyok, hanem mindig, ahol éppen szükség volt rám. Hát és ilyen 320 órákat dolgoztam egyéni vállalkozóként, és tulajdonképpen így sikerült összerakni a pénzt. Le a kalappal előtted, hogy összeraktad, mert azért ez tényleg kemény egy időszak lehetett, de végül is sikerült, megkaptátok már akkor ugye férfeleségként mind a ketten a zöld kártyát. Rögtön ez a San Diego-i munka jött? Kifejezetten San Diego-ba költöztünk, aminek két oka volt főleg. Az egyik az, hogy a biotechnológia egyik ilyen fő centruma az itt van San Diego-ban, és olyan helyre szeretünk volna költözni, ahol egész évben jó idő van, és akkor itt kezdtem keresni, de ez a harmadik cégem egyébként. Mióta kiköltöztünk. Most jól érzed magad ott, ahol vagy? Ó, nagyon, igen. Nagyon szeretünk itt élni, de a munkahelyem is egy ilyen nagyon progresszív és nagyon klassz dolgokat csinálunk, és hát nyilván, ami egy nagy előny Magyarországgal szemben, hogy a kutatásfejlesztés az nagyon sok pénzt kíván, és nem azért, mert minden ember nagyon-nagyon sokat akar keresni, hanem azért, mert az eszköz, az anyagköltségek, az engedélyeztetések, meg minden ilyesmi, ez nagyon sok pénzbe kerül, és hát itt van erre lehetőség, úgyhogy ez nem limitálja azt, hogy mit lehet. Milyen a hétköznapi életetek? Végül is egy fiatal szerelmes pár vagytok. Igen. A férjem ő teljesen itthonról dolgozik, én két napot itthonról dolgozom, és három napot vagyok benn a laborban, most már menedzser vagyok. Nagyon sokat járkálunk el éttermekbe, kirándulni óceánpartra. Nagyon közel van hozzánk Mexikó, oda elég gyakran megyünk turistaként. Hát a hétvégét meg barátok, ilyen normálisan, mint ahogy bárhol a világon az ilyen korunkbelieknek a napjait telnek. Vagy szeretnék, hogy teljenek. Hát igen, igen. Mik a tervek? Egyáltalán mennyire vagy előre tervezős? Én nagyon előre tervezős vagyok. Az biztos, hogy maradunk.
Most szeptemberben fogjuk beadni az állampolgársági kérelmet. Nagy valószínűséggel, ha mi valahol tudunk innen, az mondjuk ilyen nyugdíjas korunk körül le. Addig is és utána is kívánok nektek egy nagyon-nagyon boldog és nagyon szép életet, hogy minden alakuljon továbbra is úgy, ahogy ti szeretnétek. Dr. Szűcs H. Diánának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ez a Maja meséi.